ドキドキ。A görög dinnye fesztivál. Nagyon nem akarom ezt a küldetést játszani, de muszáj, hogyha végig akarom vinni a játékot. Szóval a lényeg, hogy erre a helyre kell elvinni a pályán lévő legnagyobb görög dinnyét, hogy nyerhessünk ezen a versenyen. És a győztes kap egy Shine Sprite-ot. Azonban a pálya legmagasabb részén van a legnagyobb görög dinnye. A pálya többi részén van több különböző méretű is elhelyezve, de azokkal meg nem tudunk nyerni, mert azok nem elég nagyok ahhoz, hogy nyerjünk. Csak hát ez a rohadt görög dinnye, a fizikája olyan rosszul működik, hogy az valami elképesztő. A legkisebb érintésre is képes több métert elgurulni. Viszont a túlzottan precíz mozgásunknak köszönhetően nagyon nehéz jól irányítani ezt a túlméretezett gyümölcsöt. Közben pedig ezek a quatapelkek is folyamatosan követnek minket, és hogyha megérintik a rohadt életbe, hogyha megérintik a görög dinnyét, akkor az is felrepül és felrobban. És akkor így tudjuk védekezni ellene, és... Jaj, baszd meg! Igen, és felrobban. Ennyi. A gond ebbe a pályába, hogy ez nem igazán skill kérdése. Vagyis persze az, mert minden játékban van bizonyos skill rendszer, és itt is ügyesnek kell lenned abba, hogy ezt a túlméretezett gyümölcsöt óvatosan elvidd a pálya másik végére innen fentről. Nem baj, szépen óvatosan végigvisszük itt a járdán, és akkor hátra sikerülni fog. De ezt könnyen mondani, mint megcsinálni, és... Baszd meg! Ilyet se csinált még. És az a gond, hogy túl sokáig se lehet ezen a pályán úgymond tökölni, mert egy idő után maga a görög dinnye is önmagától felrobban. Szóval nem csak nehéz irányítani ezt a szart, túl glitches meg minden. Ez az, robbanj fel. De még irányítani is nehéz. Heli van ezekkel az ellenségekkel, és ennyiből áll az egész küldetés, hogyha elrontottad, akkor jöhetsz újra ide fel. És nem kell mondanom, 10 perc után rohadtul elege lesz az embernek ebből a küldetésből. Az a gond, hogy a random faktor az... Na, látjátok, ez! Mi ez? Olyan glitches ez a szar! És még így vigyük végig, cseszed. Aha, oké. Okay. Akarsz még szivatni? Cseszed. Na, legalább már valamilyen előrehaladást mutatok. A faszt. Egyébként van egy jó elméletem ezzel a küldetéssel kapcsolatban, hogy nem szabad túlzottan tökölni, hanem hogyha elég... Na, ez se jó, hogyha elég magabiztos vagy, mert ez a rohadék szétmegy! Nem hiszem, mert cseszed. Szóval, ha túl óvatos vagy, akkor is felrobban, ha túl merész vagy, akkor is felrobban, cseszed. De egy 50 méteres zuhanás túlél ez a rohadt görög dinnye, hogyha leér a földre, de hogyha ez a rohadt ellenség fellövi az égbe, akkor természetesen cseszed. Akkor persze ugyanúgy felrobban. Egyébként milyen ironikus, ez a zene is milyen szép, harmonikus, relaxáló, a madarak is így csiripelnek körülöttem, hogy aj, ez a szép nyaralás, semmi feszültség, csupán relaxációs küldetéseket kell csinálni, feladatokat, amik nem túl nehezek, ezen a rohadt lépcsőn nem tudok felmenni, és én lecsúszok. Aj, igazi öröm. Na jó van. Akkor elintézzük ezeket, hát ha sikerülni fog. Jó, oké, ez már nagyon fasza, Jó, téged is. Mi a fasz? A rohadt életbe! Természetes, hogyha ha lefröcskölöm, akkor is szétrobban, he? Akkor miért? Aha!
Akkor magabiztosan, de ne túl erősen, de ne túl gyengéden sem, mert akkor is felrobba, főleg ennél a rohadt... Oké. Okay. De ne! Csessze meg, he! Nem vagyok olyan gyors, hogy jól reagáljak. Nézzétek, már teli van ez a rohadt pálya ezekkel a szarokkal! Istenem, he, nem baj, most legalább sikerül. Na persze, kelj fel rögtön! Ne! Oké. Te is aludj, nem! Hagyd a békén, mit csinálsz? Cseszed! Nem baj, hát ha most sikerül. Most érzem. Ez most sikerülni fog. De miért kell fel és... Baszki, még... Fát is növesztek, baszki. Ez a random faktor egyszer... Ne már, he! Csezd meg! Aj! Gyerünk, repülj! Mi a faszé nem repülsz? A francba is ez a rohadt csipogás is! Na egyébként azt bírom, hogy most alig van itt érme. A korábbi epizódokban itt jóval több érme. Bazd meg, még méhek is vannak itt, á! Tudod mit? Leszarom! Nem hagyom meg ezeknek a quatapeknek a úgymond dicsőséget, hogy ők nyírjanak, inkább ezek a rohadt méhek is. Előről kezdtem ezt a rohadt pályát, he! Gyerünk, nyírjatok ki! Ez az, bá! Arrivederci, ez az! Egyébként ezek a nüansz küldetések azok, amik miatt én egyszerűen nem tudom erre a játékra azt mondani, hogy egy mestermű. Annyi idegesítő tulajdonsága van. Egyébként utána olvastam a játéknak, és ez a szép... siettetni kellett a munkálatokat, hogy időbe befejezzék a... Na. Időbe befejezzék a játékot, és még így is... hogy hívják? Fél éve a GameCube-nak a megjelenése után jel meg ez a játék is. És éppen ezért nem tudták tökéletesíteni. És valamilyen szinte érthető, hogy ezek a hibák megtörténtek. Vagy legalábbis benne maradtak a játékba, de akkor is én nem hiszem el, hogy ennél jobban nem lehetett volna megcsinálni. Gyerünk, feküdj már le, nem igaz? Oké. Okay. Gyorsan. Oké. Na ez már sikerülni fog, cseszed! Ezt most nem ronthatom-e? Ez az? Ne, mit csinál? Mit csinálsz-e? A francba már, he! Rohadt dinnye, ez most meg lett volna! Őszintén megmondom, hogyha egy metal zene menne itt a háttérben, vagy valami, nem tudom, egy kontraszintű adrenalin bombáló zene, az talán még segítene is, mert nem tudom, most egy idő után idegesítő tud lenni ez a relaxáló zene egy ilyen feszült küldetésnél, mint ez. De miért kell ezt csinálni, he? Nem hiszem el! Francba! Szépen lassan... Ne! Francba! Ez az, sérülj meg, Mário! Aludj! Hagyj békén a dinnyémet, jó? A rohadt élet... Gyorsan! De aludj már! Oké. Okay. Ennek a fának is ki kellett nőnie, most foglalja a helyet. Ne, már, he! Francba, he! Menj már innét, cseszed! Ne kelj fel!
Azt a büdös rohadt! Menj már innét! Na, így már sikerülhet! Na, maradj is ott! Az émét felszedhettem volna, cseszed! Nem hiszem el, miért nem látom, hát hol a kamera, hát rohadék! Ne a francba! Mi már, már is egy élet cseszed, ne már! A rohadék! És egyébként se a Super Mario 64-ben, sem a Super Mario Galaxy játékokban nincsenek ilyen frusztráló küldetések. Egyedül itt. Szóval egy valamit tanultak ebből a játékból, mégpedig az, hogy többet ilyen küldetések ne legyenek. Egyébként én rohadtul benne vagyok egy Super Mario Sunshine 2-be, sőt, nagyon is jó ötletnek tartom esetleg a Super Mario Odyssey 2-be is, ha benne lenne. Persze, mínusz ezek a küldetések. Egyébként az se lenne baj, hogyha ezek benne lennének, csak akkor legalább jó fizikával, jó működnének. Egyébként ez a flag mechanika is olyan, ami rohadtul kreatív lenne egy jó folytatásban, mert például ott van a... Oké, robbanj fel, ott van a Super Mario 63 platformer játék az interneten, arra emlékeztek még, hogy játszottatok vele? Na ott 2D Mario-ként nagyon jól működik a flood mechanika. És egyszerűen nem tudom elképzelni, hogy miért nem használták ezt ki még. Meg egyébként Cappy-t is el tudnám képzelni egy, hogy hívják, 2D Super Mario-ba. Vagy a Super Mario Maker-be berakhatnák választható opcióként a Super Mario Odyssey fizikát, és akkor benne lenne Cappy is. Az mennyire menő lenne már? Bár nem tudom, hogy 2D-ben hogy működne, de Flood! Flood egy tökéletes mechanika lehetne a Super Mario Maker 2-be. Na, eddig még nem jutottam el ma... Na! Gyerünk már! Oké. Na, szerintem a nehezén túl vagyok, gyerünk! Ne! Ne menj neki! Azt a rohadt! Oké. Ne! Mit csinálsz? Csezd meg! A rohadék! Istenem, hát miért? Rohadt quatapekek. Vagy katapekek? Nem tudom, hogy hívják őket. Aj, de az biztos, hogy ne hagyd békén, hogy ezek az egyik Mi a franc volt ez? Átmehettem volna mellette. Ezek az egyik legidegesítőbb, legrohadékabb küldetések a Mario történelemben. Komolyan mondom. Na most már kezdek belejönni ebbe a rohadt fizikába. Hát igaz, kellett vagy negyed óra, nem tudom mennyi, de miért? Miért glitchelsz be? Oké. Na azokat gyorsan el kell intézni. Gyerünk. Oké. Jó, a pénzérme is jöhet. Ne, a rohadék. Ne, hagyjatok béké a rohadt életbe. Egyébként nem ajánlom, hogy ibójátékot csináljatok a kárnokodásaimból, mert azt nem élitek túl. Ajhe! Gyerünk! Hát a... Oké. De ne! Gurulj le a francba! Ej, most ez most legurul, vagy lejön? Ez most lejön? Nem, fel... Ez se tudja dönteni, hogy lejöjjön-e vagy se, Istenem! Ó, a francba! Hé, várjunk csak! Mintha hallottam volna lejönni. Jaja! Ott van! Ne! Igen, Mario, érzem a fájdalmadat. Aj. Ez a legrosszabb, ezek a repetitív mozdulatok. Ugyanazt a feladatot csinálni egy húzamba folyamatosan, ez már régóta nem szórakoztató. És ez mégis elképesztő, hogy a speedrunnerek azok mennyire ügyesek ebbe a játékba, szóval én soha nem lennék olyan jó ebbe a játékba, mint ők. Ha ta ta ra 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 ta 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 ra 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 ra
Tam tam tararara. Tam tam tararara. Tam tam tararara. Pam 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 pam. Na jó, oké! Ez lehet, hogy jó! Ne! Ne menj be a vízbe! A görög dinnye megsemmisül a vizen. Vagyis angolul. The watermelon destroys at the water. The watermelon! Cseszed! Full logikus, ugye? Ti is megtapasztaltok már ezt az idegesítő tulajdonságot ezeknek a görög dinnyéknek, hogyha vízbe rakod őket, akkor felrobbannak. Ugye mennyire idegesítő? Oké, gyorsan intézzük el itt a levegőbe. Oké. Na, tűnés, 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 ne! A francba miért nem láttam? Ki sem mutatja kérdőjellel, hogy ott van. Nem baj, legalább túlélte a dinnye. Mi a franc? Mi a franc volt ez, cseszed? Ez az, csipogj már megint, én ezt nem hiszem el. Az érméket mutatja kérdőjellel, hogyha valamilyen fal mögött van, vagy engemet, amikor a föld alatt vagyok. De persze most mutatja, mi a franc? Csezd meg, itt a tükör alatt meg nem mutatja az ellenséget. Most ahogy a random tárgyakon megmutatja azt, hogy itt van az ellenség, de máskor meg nem. Hát gyerünk már fel! A rohadék! Már tiszta ideg vagyok, cseszed! Ho-ho-ho-ho-ho! Ez az, ez az, ez az! Gyerünk, 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 gyerünk! Hol van, nem látom, nem látom, ott van! Oké, a faszomat, ne! Mi a franc? Nem hiszem el, most végre sikerülhetett volna, de... Ah! Csezd meg! Most nem fogom abba hagyni ezt a rohadt küldetést. De ez most gondolkodásra ad okot, hogy... Na, hagyjál már békén! Mi van, hogyha erről jövök? Szátha jó ötletnek bizonyul. Az elmúlt időszakban folyamatosan arra próbáltam. Próbáljuk arra. Hát, ha jobb lesz. Ja! Jó, jó, jó! Nem hallom, hogy gurulna. Ez lehet, hogy jó ötlet lesz erről jönni. Jó, jó, maradj ott! Ne. Nem baj, erről hátra jobb lesz, mert amúgy kevesebb itt a kvatapek. Nem menjetek ide! Francba elfelejtettem átváltani. Ebben már nincs érme. Ott maradsz? Ezen sincs? De mi a... Franc már... Franc, essen bele, he! Jó. Na, hát ha így most működik. Ezek is most kábultak. Ne, ne, hagyjál békén, ne, 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 ne! Hagyj békén a dinnyémet! Rohadj meg! A francba, he! Igen, horror baszki, igazad van, Mario. Super Mario 64-nél folyamatosan pörögnek az események. Nem is véletlen, hogy az egyik legnépszerűbb speedrunner játék, mind a mai napig. De egyébként a Super Mario Sunshine is egyike a legnépszerűbbeknek, és a neten van fent egy csatornán kettő dokumentum, a Super Mario 60, Super Mario Sunshine speedrunnerekről, az Any Percent, meg a 100%-os végigjátszás kapcsán. És hát elképesztő, hogy milyen történelme van ennek a játéknak is, szóval megértem, hogy egyeseknek miért ez az egyik kedvenc Mario játékuk, sőt, teljesen elfogadom, francba, hogy miért tartja valaki az egyik legjobbnak, vagy egyik legalulértékeltebbnek.
tényleg, miért nem arra megyek? Na mindegy, ezt most elrontottam, majd újra. Mert ez itt nem működik, itt a... Várj! Nem, nem működik, jó van. Na jó van, újra próbáljuk. Ott. Ezen az útvonalon újra végig kell menni. Szóval igen, elképesztő történelme van ennek a játéknak is. És azok az emberek, akik mesterévé tették, főleg 100%-os játék melletni ezt a játékot, az valami elképesztő, de ez... Na, hagyjatok! Rohadt méhek! Hagyjatok békén! Hagyj békén! Na. Na, add oda az érmét! Jó van. A francba miért felejtek el mindig váltani? Ez is egy rohadt idegesítő tulajdonság, hogy egyszerűen nem tudom megjegyezni, hogy melyik vízágyú mechanika van éppen bekapcsolva. Na mindegy, most erről próbáljuk meg. Most hát, ha sikerülni fog ez a rohadék. Mert itt tényleg jóval kevesebbnek tűnik az ellen. Hagyd békén! Ha, ez az, te aludj! Na ezt nehogy elrontsam, mert ennél több esélyem nem lesz. Francba, rohadt kamera. ez az! Ez most olyan, mintha egy aknamezőn vinnék végig egy babakocsit cseszed. Annyira feszült vagyok! De nem az úgy izgalmas, szinte, hogy hú, de izgalmas ez a játék, nem, ez a frusztrálóan feszült, idegesítő fajta, hogy már alig tudsz rendesen gondolkodni a feszültségtől, a koncentrációtól, baszki. Csesz meg, miért nem próbálkoztam itt már az elején, cseszed, ez annyival könnyebb itt, annyival ritkábban van, aki te hagyd békén, azt a rohadt, te nem, ne, hagyd békén! Hagyd békén a francba! Azt a kurva! Úristen, mindjárt ott vagyok! A francba, még azon a rohadt hídon is végig kéne vinnem. Istenem, és hogyha beesik, akkor kezdhetem ezt az egészet előről. Hú, oké. Szépen, nyugodtan és óvatosan. Na, látjátok, itt a legnagyobb gond, ez a precíz irányítása. Alig nyomom az analóg kart, és olyan szintű hirtelen mozdulatokat csinál Mario. De túl óvatosan sem merem nyomni, mert utána magától felrobban ez a rohadt görögdínje. Gyerünk. Jó. Ha most a vízbe esik, én töközúra magam. Gyerünk szépen, óvatosan. Ez az! Hú! Azt a rohadt élet, és sikerült cseszed. Hú! Fazd meg, ez is fél óra cseszed. Fél óráig szenvedtem egy rohadt küldetésre cseszed. Fél óra, baszki! Hogy lehet ezt? Oké, végre! Köszöntöm a figyelmet!